aki hétfőn belépett a Tóparti Gimnázium épületébe, meglepve tapasztalta, hogy az iskola Hollandia nemzeti színeit öltötte magára. Mindenhol nemzeti zászlók, tulipánok és leginkább narancssárga ruházatban rohangáló fiatalokkal találja szemben magát, sőt, még egy fennkevő verseny részese is lehetett. Az iskola átváltozása nem véletlen, négy diák ugyanis az Európai Bizottság részvételével szervezett elnököltem elnevezésű uniós vetélkedő regionális döntőjét megnyerte. A holland nap egyfajta felkészülés számukra az országos Kecskeméten megrendezendő megmérettetésre. Megpróbáltuk megragadni az ilyen aktualitásokat a Philips révén, Székesfehérváron is egy nagyon jelentős terphelyen rendelkezik, és az innovációk felé bemutatni, hogy milyen fontos újítások történtek az elmúlt egy hónapban is, illetve a holland találmányok is hangsúlyosan szerepet kaptak, itt gondolok akár az EKG-ra, akár a tenger alatt járóra. A színes programokon és előadásokon túl az iskola nem hazudtolja meg hagyományait, művészeti szakához hűen a kézművesség is helyet kap a holland napon. Egy picit a művészeti jelleget is hangsúlyozva az iskolának, próbálunk kézműves foglalkozást tartani, illetve a holland nagy festőket, tehát a 16.-17. századi nagy holland festőket is bemutatva próbálunk meg ott is programokat csinálni. A tóparti vezetése fontosnak tartja az ilyen rendhagyó programok szervezését. Nagyon fontos dolog az, hogy megismertessük a diákokkal más népek, más kultúrákat is, amelyeket a közelben fel tudunk lelni. És egy kiváló alkalom volt az, hogy most volt egy olyan verseny, ami az Elnököltünk című versenysorozathoz kapcsolódott, és a gyerekeink nagyon nagy örömünkre megnyerték ezt a versenyt, és így Hollandiát ránk sorsolva Hollandiával ismerkedhetünk meg közelebbről. A holland nap élményeit egyébként kedden egy rendhagyó Mikulás nappal koronázzák meg, karaoke műsor színesíti a palettát.